Üdvözlök ismét nagy szeretettel mindenkit, ez itt a Kotor végigjátszásának soha következő epizódja. Az utolsó részben ugye ott hagytam abba, hogy questezgettem itt kint. Dantuinnak ugye a különböző zónáin itt volt ez a telepeseknek, ugye volt két ilyen birtoka, ahol questeztem, ott volt egy családi viszály ugye, a szerelmes pár, stb. Volt egy eltűnt srác, akinek sajnos megtaláltam itt a maradványait. És hát gyakorlatilag itt megcsináltam a questeket, maradt a fő quest ugye, ami a romok felderítését tűzte ki célul, egy-kettőt le tudok majd adni. Itt azt néztem, hogy nem látom a listámban, sem a Carpenternél, sem az előzőnél azt a questet nem láttam. Hopp, aha. Igen, szóval nem láttam azt a questet ugye, ahol végül is ezt az eltűnt emberkét úgy mondjam le lehet jelenteni, hogy megtaláltam sajnos a maradványét, úgyhogy úgy veszem, hogy ez a quest véget ért. Hivatalosan itt adminisztrációban nincs folytatása. Lehet, hogyha visszamennék, még mondanának valamit, nem tudom, az NPC-k, de mivel így is eléggé sajnos valljuk be, vontatott volt az egész végigjátszás. Nem fogom tovább húzni ezzel. Úgyhogy lehet, hogy most lemaradtam valamiről, de megkockáztatom, ez van. Előbb visszamegyek, mielőtt még a romok fele elnéznék, leadom, ami van questem ugye elkészülve. És ha ezzel meg vagyok, akkor mehetnek, vagyis jöhetnek a romok, és itt lemondom. Ezt az ezekkor dobást ezt felszoktam menni, mert ez ilyen tök menő néz ki, de mint látható, hát nem túl hasznos. Úgyhogy talán majd magas szinten ér valamit, most még nem igazán. Hogy őszinte legyek. Na és akit figyelni kell majd, egy-két közötti tervel el tudunk adni, minimum. Volt ugye egy fickó, aki kérte, ha ő volt az, hogy álljunk bosszot ugye a mandalóriai rablókon. Most ha tudják mi, hogyha rájuk vadásznak, igen. Igen, mondta, hogy oké, megöltem párad, de addig nem fognak leállni, meg a vezérüket, hát gyakorlatilag ki nem végzem. Ugye az első válasz, hogy megküzdöttem vele és megöltem, a második, majd visszajövök, hogyha megtaláltam. Hát, megküzdöttem vele és megöltem. Köszönöm, hogy mester, mert is hív. Most már a lánya úgy gondolja, hogy békében nyugodtat, és itt van a jutalom, amit ígért nekem. Első köszönöm, második nincs szükségem, jutalom a harmadik. Mi? Ez minden? Adj még valamit. Hát csak köszönjük meg, de azért tegyük el. Ismételten csak köszönöm. És hogy biztosít róla, hogy mert tanács is hall kb. Az érdemérve, hogy valami ilyesmi, mindegy. Oké. Settler, szerintem ők nem sokat tudnak mondani. Ezek néz, szerintem ők vele sem volt. Jó, a sztoriát nem kell mondani még egyszer. Egy sima random Jedi. Oké. Volt ugye a páros, akik elszaladtak, és azt hiszem, hogy ők itt próbáltak menedékre lelni. És majd nyitott szemmel kell járni bent. Nézzük a questeket. Oké, aktív questeket nézzük, jó. Minket besztük a mezében, ha ott most ember. Jó, úgy gyakorlatilag nem maradt más questem, csak a romok kivizsgálása. Itt az ében, ha akkor kapcsolatban van még egy ilyen quest, ugye? Jó, hát ezt már meglátjuk. Igazából nincs sok értelme visszamenni a tanácshoz sem. Elmehetünk rögtön a romok fele. És azon gondolkodom, hogy ha azok erre voltak, így van. Érdekes az a kis akadozva mászkálás. Hát, a bizniszeink még egyet. Hát, ha van mit. Nem sok minden. De mennyi minden. Na, azért minor akármiket eladom, azok semmit nem érnek kb. Average az még oké.
Mit lehet venni? Aha, az a 7 plusz 3-as. Cassus Fett Battle Armor. Ez nem a rossz, de még mindig marha drága. Azt kell, hogy mondjam. A többi meg nem hiszem, hogy megéri a pénzt. Meg a besződtséget. Annyi viszont nem lesz. 15 ezerem, bármit adok el, úgyhogy... És nincs kedve most a fél inventory-mat átnézni rette. Beszélek velük, hogy mondanak-e valamit, de... Úgy látom, hogy nem. Max Zeller, mi a helyzet? Nem, én beszélhetnék ugye a... Hogy hívták? Candorous Ordóval, igen. Vele még beszélhetnék, mert itt mondta, hogy majd még beszél magáról esetleg, vagy fejlődik az a story rész. És ugye vele nem nagyon partiztam, úgyhogy ez így nem tudott kibontakozni a szál. Úgyhogy majd valamikor be kéne tennem a partiba egy kicsit dumálni vele, vagy maximum a hajófedélzeten, az lehetséges. Hogy tovább vigyük az ő sztoriát is, de egyelőre itt most a Dantoin ugye marad ez az utolsó romokkal kapcsolatos szál. Hát ha ez az utolsó, ugye, még nem tudhatjuk igazából. Bár eléggé annak tűnik, hogy most nem ugye. De hogy menekül. Na majd most jön az Uber skill-en, gyerünk. Ja. Vagyis na, így, majd most. Gyerünk, gyerünk. Na, dobd rá a kardot, gyerünk neki, miért? Gyerünk, 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 gyerünk. Bastila, ne! Most nem dobom rá, ja, de ezt mind előre adottam, hogy nagyon jó. Hát igen, tényleg nagyon hasznos ez a skill, ti is láthattátok. Na mindegy. Még ha egy ilyet legalább tudnék dobni a levegőbe, de hát nem. Sajnos nem. Jó fele megyek? Jó fele megyek. Ennyire vissza kellett futni a menekülő állat miatt. Ja, ugye ezek azok a romok, amiket láttam előre a látomásomban, és Bastilával, úgyhogy jó, hogy őt is elhoztam, hát majd hozzátesz itt a sztori részben is valamit. És elvileg ugye itt, hát nem tudjuk, hogy mi történt pontosan, de Raven és Malak itt jártak, és hát elvileg itt változtak meg és fordultak a sötét oldal felé. Jól emlékszem. Azt nekünk a hármas mentést ma. Hát meglátjuk, hogy mi van itt. Ez bizony érdekesnek ígérkezik. Olyasmi, mint a látomásomban volt, úgy látom. Mi sem vesz jó lenne a partival, lehet, hogy látni itt ilyen csapdákat, meg ilyeneket. Na mindegy. Eddig nem sok. Egy droid. Jó. Szerintem menjünk vissza missionért. Van egy olyan tippem, hogy... Hogy nem poén, hanem tényleg kéne ide. Valaki, aki ért a droidokhoz, és persze most van terén hülye szörnyekkel. Jutjon terében hawk. Szuper. Remélem, ezt meg tudom csinálni. Na és akkor beszéljünk Kander az Ordóval. Először is. Aztán mission be a partiba. Itt van Kanderos. Hello, haver. Yeah, what do you want? De jól néz ki. Aha, azon gondolkodtam, hogy van esetleg még néhány sztorid a háborúval. I was one of the best youth warriors in the clan Ordo in my time. Az Ordo clan egyik legjobb harcosa volt a mi idejében. Senki sem tudta olyan gyorsan esetett a Basilisk harci droidok mesterségét, mint ő. Külső gyűrűben harcoltak igazából. Ugye a fiatal Mandalorianok mindenféle új ellenféle, ismeretlen ellenféle harcoltak ezerféle világban, és mindegyik ilyen hatalmas sztorik érkezett haza. Az első, mi volt a te sztorid? Micsoda barbárság kb. Kb. Nem tudom, az ilyen beszólás, hogy előbb elértem volna az erőt, vagy nem tudom micsoda, talán máskor. Nem, mi volt a sztorija? Jó emlékszem rá, most is mondja, ugye. As was tradition, I would go ahead of the first wave. Az első hullámon ment előre, hogy megtalálja az ellenfelség legkeményebb csatában. Ott ült a páncéljában, összekötve ezzel a bazilisztkel alatta. És ugye nagyon ugye, félelemtől hevesen vert a szíve, stb. Az első, nem is gondolt, hogy mentelőriak is félnek.
Ezt nem egészen értem, hogy kéne érteni. Miféle menőrök voltatok ti, vagy kb. Ilyesmi, vagy mi történt? Mondjuk mi történt. Kinyit az ajtó, és a levegő kilett kb. Szippant volna. I can't describe what it feels like. Lefagyott, vagy nem tudom, a lélegeztetője, vagy nem lehetettem pontosan. Elkezdett zuhanni gyakorlatilag az álmodjában. I plunged out of the drop bay towards the battle that waited below. Hát ezt most nem egészen értem, igen, hogy... azt mondja, hogy... Egy végigmény droiddal lett ledobva kb. A magaslatból, hogy a bolygók köröztek, hogy nem egészen értem ezt most én sem, hogy... igen. The exhilaration, the euphoria I felt. Kb. Ilyen szólt, és így droidjával zuhant le oda, vagy nem értem ezt. Mindenféle fegyver, lövéseket került meg, stb. Dodging and weaving, the outside of my armor glowing like the sun with the heat of re-entry. És ő kb. Felizzott ugye az páncéljának külső része. Aztán belőtte ugye az ellen milyen sugarakat kevemet fékezett, gondolom én. Aztán olyan hatalmas kb. Becsapódással ért fölött, és hogy hát ez volt az élet a legnagyobb pillanata. Ugye hát ez borzalmas, vagy hú, ez igen. Hogy én is akarok egy ilyen bazilisk bárdroidot. I'll never forget those times. Sose felejtem ezeket az időket. De dolgok most már máshogy mennek. Most már nem tudunk úgy harcolni, mint régen. Kevesen maradtunk. De nem akarok erről beszélni. De nem kielégítettem a kíváncsiságot mostanra. Akarsz még valamit tudni? Erről a világról megkérdezem, de ezt most nem fogom szintén átpörgetni. Ennél részletesebben. Oké. Beszéltünk Kandarusszal is. Na, mission-t akartam a csapatba, azt már el tudom intézni ugye. Kifele menet. Úgyhogy, mission. És Bastila. Ők biztos jól meg lesznek idézőjelben. Szeretni fogják egymást. Ó, oh, mission szintet lépett. Oké. Okay. Na, nézzük meg. Mire pakolna? Ez teljesen jó részemről. Nem enged, oké. Okay. Azt hiszem érdekes, hogy a Reaper az ahhoz nem ért. Hát, na mindegy. Igen, többit meghagyjuk. Azon gondolkodtam csak, hogy mégiscsak a droidot hozzam, ha érte. Esetleg. Megmondom őszintén. Ez simán. Plusz 4, plusz 5. Nagyon jó. Wow, de keményen néz ki. Security droid, wow. Mondanak valamit. Ja. Lehet, hogy droidot kéne hoznom, az volt a lényeg. Úgyhogy most megnézem, hogy a droidom mit szól. Milyen skilljei vannak, meg lépeszintet, meg ilyesmik. Droid és... akkor legyen Bastila. Ők sajnos nem fognak olyan jókat beszélgetni, attól tartok. Ha? Szintlépése neki is volt. Attribute, dexterity, teljesen jó. Hyper security, computer use, az oké, okay, az teljesen jó. Lehet, hogy akkor nálam maradok, azon gondolkodom. Ó, még egy szint, nagyon szuper. Pont azt néztem, hogy egy kicsit lejjebb volt, mint Missionnek a hasonló értékei, így már mindjárt más. Fitz, ezt mondja, Master Gearhead. Ez pont ezekre, ó, az nagyon jó, szuper, nagyon jó. És még van szinte, ez igen. Ezt már szeretem. Hoppá. Na, felszerest akartam még apát megnézni. Targeting. Oké. Okay. Sőnyed, akármi. Flint Trower, kettes páncél. Energy Shield, igen. Hogy kap egy kis bónusz, sőt, plusz jó mű bónuszt. 1, 6, 1, 8, 4. Task Disruptort. Oké, okay, na most van egy hozzáértő.
droid szakértőm. Ja, arra az esetre, hogy fogalmam nincs már, hogy a romomban mi volt, hogy volt. Aha. Ja, ugye ez Mandalorian. Azt hiszem, hogy ezt a sztorit már ugye megcsináltam. És ez volt az ugye családok közti dolog. Mi ez csak én informálós emberke volt igazából a sztoriról, de ezt közben végül is megoldottuk. Bár ez itt annyira nem derült ki, az ő beszéde nem igazán frissült. Jó, mutasd, hogy mit aztán. Na. Sunseek is Blade. 7000-be kerülő penge. Nem semmi. Plusz 2-es módosító jön, és még upgrade-elhető is, tényleg nagyon jó. Ez a fegyver is egész jó, plusz 3-as módosító is upgrade-elhető. Lapakodós cucc. Interface band, teljesen jó az is. Face mask. Nem rosszak ezek igazából, hú, sőt egész jó. Bárak itt is vannak, úgyhogy egyelőre ezt megspóroljuk. Itt mind van, aha, neki meg ilyen egyéb. Cuk, jó. Most nem szórakozok ennél tovább, menjünk a romok fele. Most már felszerelkezve egy hozzáértő műszaki zsenivel. Ki nem más, mint kedves droid barátom. T3M4, T3M4. Igazából egész fontosan. Na, ők mondanak -e valamit. Master Jar tells me you have successfully completed the tests. And I even see you have constructed your own lightsaber. Mondta, hogy kiálltam próbálkat, meg csináltam saját ezekardomat, és büszkének kéne lennem, de ne felejtsem el, hogy mindig van itt tanulni. Hogy erősít meg az erőm, és mindig szembesülök majd a sötét oldal csávításával, és ez egy örök kihívás, vagy egy örök ilyen valami a igen, örök kihívás, vagy is egyedül. Szerintem ugyanaz a sablonszöveg így van, amit már elsütött, vagy 20-szor, mindegy. Úgyhogy a lényeg az, hogy mehetünk. Na, a romok már várnak mi ránk. Egy ideje. Ezt meg kell lépni. Nem akarok ott szembesülni az, hogy megszívtam. Akkor már elkezdtem bemenni ott a romokba, úgyhogy... Elnézést a kis közjátékért, de reméljük, hogy megtérül majd ez a kis befektetés. Ó, érdekes, hogy van egy szinte félve ez a... Ugye soha nem fogsz eljutni, de azért oda is nőttek fák. Azon gondolkodt, hogy ez a telepelrendezés, itt valami ősi folyó volt kb. És a medre az így maradt, vagy nem tudom, de... Hát érdekes. Kicsit tudom már dobálni a lézerkordonat, még van force pointom, nézd csak. Menővé. Azt hagytam ki előre, ha? Oké. Okay. Nem, még nem. Most igen. Na. Ami volt az a guggolás, amit csináltam, mit akartam én azzal. Ebben a, nem tudom, bokáján csíptem, vagy nem tudom, mi volt ez az érdekes mozdulat. Animáció egy kicsit... Ez a nyelvkidobás is érdekes, igen. Na. Emlékszem, mikor végigértettem ezt előzőleg, és az rémlik, hogy ez a Dantoin, ez nekem annyira nem tetszett, hogy őszinte legyek. Taris jobban tetszett, az menő volt. Ez kicsit ilyen, itt kicsit leült a sztori. Az előző az ilyen menő metropolis-szerűség volt nyilván miniben, de hát ahhoz képest ez tényleg ilyen nagyon nyugis, kis nyugdíjas, korlátozott, változatosságos kalandokkal kecsegtető bolygó volt. Viszont ez a barlang, és ezek a romok érdekesnek ígérkeznek, úgyhogy lássuk, hogy mit tartogatnak számunkra. Most van egy droidom is, aki talán ért, hát hogyha lesz itt olyan dolog, ami az érteni kell. Ismertem nyelven szól hozzám ez a droid. Hol kezdődik? Mondjuk, hogy T3M4 barátunk felismeri ezt a nyelvet. Milyen nyelv ez? Mit próbálsz elmondani? Ezt a nyelvet sem ismerem, bár van egy tippem, hogy ez kicsit ilyen Wookie-nak hangzik. Ezt elbuktam, mert az álbár sincs itt.
Még mindig nem értem, Bastila, van itt, hogy mit mond a droid. És nem tudom megkérdezni a droidomat. Jó, oké, nem egy protokoll droid, ugye, mint C-3PO, de hát azért csak tud egy pár nyelvet, hát nem igaz, hogy nem. Bastila tudsz valamit. A droid valószínűleg valamit akar közölni, mindenféle különféle nyelven próbálkozik. Valószínűleg a droid ért minket. De valószínűleg nem tud olyan nyelven. Aha. Szóval, hogy képesek produkálni a nyelvet, amit a szolgák beszélnek, az építőknek a szolgái. Mondta most a droid, ugye? Pont azt mondta Bastia, hogy valószínűleg a droid nem képes a mi nyelvünkön beszélni. De most mondta ugye a droid, hogy tehát a szolgák nyelvén az építőknek a szolgái nyelvén is képes beszélni, és ugye ez a mi nyelvünk mind kiderült. Szóval, hé, ezt értettem, hogy második felismerem ezt a nyelvet. Felismerem ezt a nyelvet. Én is ismerem ezt a nyelvet, ez egy archaikus változata a Szelkat dialektusnak, mint a Mananon beszélnek, azt mondom, a Szelkat az az ilyen halszerű, vagy nem is tudom milyen. Igen, kritikus volt a kommunikáció ugye ahhoz, hogy a templom az építők kívánságai szerint felépüljön, hogy ugye beszéljék a szolgák nyelvét. Itt nem vagytok a szolgák fejehez tartozók, és nem vagytok az építők sem. Olyanok vagytok, mint akik nemrég jártak itt. Mi az Revan lehetett, ugye, és Manak, akik itt jártak, és ez a droid ugye tudott a látogatásról. Találkozott velük, magyarán megmondva. Mi vagy te, és miért vagy itt az első kérdés második? Valamiféle őrző vagy? Ő a, tudom, overseer, nem tudom, azt meg lehet szépen fordítani. Az építők arra programozták, hogy nem tudom, tudást teljesszem, míg a Star Forge, ugye ilyen csillag, tudom, kovácsoló valami felépüljön. És amikor elkészül a projekt, akkor minden, ez a projekt, ugye az építkezés, nem tudom micsoda, akkor minden szolgának annyi volt kb. És úgy lett programozva, hogy az építők ezt szolgálja, amikor majd a tudást keresik a Star Forge-sal kapcsolatban. Mióta vagy itt? Az első kérdés második. Kik ezek az építők, akikről beszélsz? Harmadik, mi az a Star Forge? Mióta vagy itt mondjuk? Tiszteljes, tudom, külső bolygóknak a nap körüli... Igen, tehát a külső bolygók tisztekelték meg a napjukat, ami 20.000 évet jelent. És a droid legalább 5000 évvel idősebb kell legyen, mint maga a köztársaság. Itt van 5 érdés lehet, a droid közben vált, nincs tévedés. Jól programoztak be a építők, és ezt a... és a Star Forge technológiát használják. Illetve ő is azt használja, ez a robot. És hogy hát a kalkuláció azok pontosak és hibátlanok, ez a lényeg. Tehát, kik ezek a bilderek, akikről beszélsz, ezek az építők? Tervezők, nem tudom. Ők a nagy mesterei a galaxisnak, minden világ elfoglalói és uralkodói végtelen birodalomnak, melyet a Star Forge kovácsolt, úgymond. Van felkihalt fajnak a maradékai lehetnek, de nem tudnak ilyenről. Még a Jedi Akadémia archívuma sem beszél számolt be erről. A Hattok voltak ugye uralkodó faj, de sosem alkottak birodalmat, és nem igazán tud olyan fajról, amire stimmel ez leírás a bilderekkel. Első azt mondja, hogy droid, Szelkat nyelvet beszélt, talán ők voltak a bilderek, vagy az építők a második. Valami történetett, ami eltüntette ezeket a bildereket teljesen, vagy talán a szitek lehetnek azok. Hát a másodikat tippelném. Igen, a bilderek birodalma vételen és örök, senki sem kellett velük versenyre, és a Star Forge erejével sem. Láttam mostanában ilyen bildert. Itt van, mióta elkészült az építmény, és azóta egy bilder sem tért vissza információért a Star Forge-sal kapcsolatban. Na, akkor mi is ez a Star Forge? Star Forge a bilderek építők dicsősége, és az ő végtelen birodalmuknak az ilyen jelképe. Egy hatalmas erős gép, amely kb. Ilyen megállíthatatlan hódítást tesz lehetővé, nem tudom. Mi is, de mi ez? Mit csinál? Tudnál kicsit konkrétabb lenni? A harmadik, nem is tudod, hogy mi az, vagy igen? Na, legyen mondjuk a második.
És ennyi ugye ezt a szöveget így van szóról szóra. Igen, droid programozva lett, hogy ennyit mondjon kb. Starforce talán valami fegyver, vagy hát igazából bármi lehet, mondja Bastila, nagyon idézem bölcsen, hát ezt közszén is kitaláltam. Vagy fegyver, vagy valami full más, de valami, ja. Lehet, hogy valami gyár volt, vagy valamiféle fegyver, nem tudom, ilyen plant, hát ilyen telep, vagy nem tudom, minek nevezi ezt. Olyan létesítmény talán, vagy semmi köze, talán semmi köze nincs a Sithekhez. Az elsőt mondjuk kérdezzük meg. Talán igen. Ez megmagyarázni, hogy a Sithek miért voltak képesek olyan gyorsan egy erős flottát összeállítani. Valószínűleg ez a Starforce sokkal erősebb, mint egy sima gyár, vagy valami fegyver. Talán droid többet is tud ennél. Mivel úgy tűnik, hogy válaszol, meg kell próbálni kérdezni másról. Ugye miért vagy itt? Mi a célja az itt létednek? Hol találjuk a Starforge-ot? Meg pedig mesélj Revanról és Malakról, akik itt jártak. Mondjuk mi az ő? Miért van itt? Most, hogy a szolgák ugye eltűntek, az a feladata, hogy segítse azt, akik a Starforge-ot keresik, hogyha ők méltóak rá. Akik itt voltak előttem, ők méltóak voltak rá, ugye nem Builder és nem Slave, akkor valószínűleg Malakék voltak azok. Méltóak voltak a felső elvileg, és utasított őket valami további infóval. Ők felfedezték a titkát a Starforge-nak, ami itt a lezárt ajtó mögött van előtte, de volt, aki elbukott, és hát nagy árat fizetett érte. Vajon ki lehetett az nézve ezt a hullát? Mégis. Igen, ősi nyelven tovább tart. Jó volt ez a Nemo, akit a tanács küldött, és hát sajnos az életével fizetett azért, mert nem volt elég méltó a droid szava járása szerint. Az első, te öltöd meg ezt a Jedit itt. Nem vagyok beprogramozva harcra, úgyhogy én nem is bántottam őt. A templom védelmi rendszere pusztítja azokat, akik a Starforge-ot keresik, és hát nem bizonyulnak méltónak erre. Milyen kedves. Hogy tudom bebizonyítani, hogy méltó vagyok? Nyugati és a keleti teremben bizonyítottam azt, hogy méltó vagyok. És ha megértem az építők akaratát, vagy nem tudom micsoda, akkor meg kitrom nyitni az ajtókat. Nagyon jó. És az ajtót mögötte. Aki viszont elbukik, azt ugye elpusztítja a templom, és hát ennél többet nem mondhat programozása szerint. Revan és Malak ugye megcsináltak próbát, és megtudták a titkot, és hát valószínűleg ezt használták, hogy a közösségot leigázzák, hogy meg kell tudnunk, hogy mi történt, mit találtak. Jó, mondani még valamit a droid. Kérdések? Mit tudsz a builderekről? Ugyan a sablonszöveg. Jó, mindegy, ez nem fog sokat mondani. Na nézzük, szegény Némónál volt valami. Jó. Ja. Oké. Okay. Mentek egyet, ki tudja, mi történik itt. Na lássuk. Hoppá. Kettes ajtó mögött. Micsoda véletlen, azt mondta, hogy őt nem programozták harcra, de egy tök ugyanilyen őrző droidot már úgy látszik harcra programoztak, mert az meg már megtámad mindjárt, úgyhogy tök jó. Srácok, segíthettek el, majd engedem, de oké. Okay. Ohoho! Nem tetszik nekem ez a védőpajzs. Azt tudtam, hogy őszintén mit csinálsz. Nézd, így kell csinálni. Ez még kell csinálni? Az elég sebződik. Lehet, hogy gondba leszünk. Energiát azért felnyomok. Szerintem Bastilának sem ártana. Nézzél a droid, igen. Ha már van ilyen skillet, Bastila, még cigaret. Nem ártana használni. Nagyon jó, köszönöm szépen. Hát többit azt már nem méri meg. Jó. Tök jó, hogy magától nincs annyi eszét használja ezeket. Adok neki.
azt alig sebezzük, ez elég erős. És fel is kelt. Siessünk ezzel így van. Aha. Jó, sem sikerül rögzítézni a droid. Au. Mennyire nem sebezzük a szépetlen. Borszalmas. Csak kis lőtt kb. Jó van, nagyon jó. Nem bén állás, próbálj granátokat. Milyen ion granátot bedobok, hát ha. Ez egy ilyen elektromos tucokra. Ha azt lekerül, magam is kiértem, mert ő engem nem tudom tökre. Na is, mehet, na ez sima legyen. Sima, kráme, ütés. Még már ütés. Au, au, au. Hát a másik terem is ilyen lesz. És megszoktam a robot barátunkkal, mert ő most harcban kell, és semmit nem jön, ugye ez lehet, hogy nem is ugorámmal. Őszinte legyek, úgyhogy... Kénytelen vagyok itt ilyen évekig tartó csatába botárkozni. De csak üssed tovább, ez az. Oké, ez most volt sikerült, hogy látom. Ez az, hogy most kapjátok el srácok, gyerünk. Na, miért van, hogy valami boss fight-ra? Ez már az volt olyan. Isten, hogy nem tudta az. Szerencsétlen kis övező droid. Ezt még itt. Na, azért kaptunk érte XP-t is. 400-at. Az úgy nem mozik rosszul. Itt van egy roncs. Wow, csomó droid alkatrésszel. Ha majd itt a kedves droid barátunk, akkor megnézem, hogy hát van rá valami, ami rávaló. Blaster Pistol, Evermass, Blaster Pistol, hát ez marad az. Ez így ennyi, Flamethrower. Kettes, aha, az Ever ugyanaz. És egy Disruptor. Na jó, többi az nem. What? Ancient Terminal, wow. Ez itt van, de még sincs. Terminál, ezt nézzük meg a robottal. Mondjuk. Oké. Mindig a képernyője, és életre kell. És mindenféle furcsa karaktereket látok. Mit lehet csinálni, menj okni gombot. Hasonló hatásos tippek, mint ugye nagyon sok gombot nyomok, meg össze-vissza. Beszélek a géphez, vagy megrúgom. Beszélek a géphez. Elcsendesedik a gép, és üres lesz a képernyő. Pár furcsa karakter feltűnik. Jó, nem hiszem ezzel kívül segítve. És hogy valami datapadon válaszol erre a hangra, megpróbálom akkor betenni a datapadomat. Aha, valamiféle interakció léptek, úgy néz ki. Most kiírta, hogy Hürszki, nem tudom micsoda. Nagyon jó. Beszéljünk a géphez ismét. Kiadja magával a datapadomat. Aztán megint életre kell. Azt mondja, adatértelmezés teljes, nyelvi analízis teljes. Most pedig azonosítsd a három elsődleges életformát. Ez ilyen nem tudom, seed world type-okon. Hú, de jó. Illetve, nem, bocsánat, rossz mondtam, azonosítsam a három fő ilyen életadó, ilyen world típus, tehát ahol élet van. Ugye azt a világot, óceáni gondolom. Ez ilyen füves, akármilyen. Aztán azt mondja, sivatagi vulkanikus. Nem tudom, az arborilag van, ezeket nem tudom micsoda, úgyhogy betippelek valamit. Arborilag. Ha, elvileg feltörtem ezt a pecsétet, ha minden igaz. Így van.
Nagyon jó. What? Végülis nem is kellett volna a computer skill, nem úgy néz ki. Lehet, hogy hiába hoztam el kedves barátunkat. Rosszabbul harcolok cserébe, a képességét meg nem fogom kihasználni. Teljesen ideális párosítás. Na, de nem baj, az első pecsét feltörve. Nézzük a másikat. Örülnék, ha nem kéne harcolni ezúttal. Jó, oké. Nem is. Egy ilyen a shield, aztán ilyen. Basti lehette mondjuk, akkor vizérből droid, és aztán üssed. Kedves droid barátunk, messze. Nem shieldet te is. Aztán Disruptor, persze. Sure. Miért nem tartom, amit akartam csinálni? De jól megdobtam, csak semmit nem értem vele, ez az. Ó, de jó, köszi. Csinál csak ki Bastiát. Semmi van. Na, jó, helyette meg engem, oké. Értem én, jó van, jó van. Szomik, jól ért. Tökéletesen kikapcsol, így kerül a bényét. Áó. Azt hiszem, hogy is előttünk bránáttól, úgy tűnik. Nem meglepő módon. Ó, Istenem, ezt jól csinálja már valami. Szerintem bölcsön, hogy sok mindent csinál. Hát, ha lány szorul jobban ad rá. Talán egy kicsit jobb, nem tudom, nem mondom őszintén. Egész jókat sebzek most az én vagyok. 15-ig mutogatni, az Bastila volt. Azt mondja, I'm here, és így áll és néz. Hát ez így most mi? És jelen nem fenyerve. És Bastilának, hogy az animáció döglött be, vagy ő bebombultott egyet. Elég keményen. Bastila, mi a francot csinálsz? Az egy völgy semmi momentán. Hát ez... Mi nem éves fél vagy nem éves? Üssed már meg, hogy valami... Ezt nem hiszem el. Ez az olyan boss fight ennél, Bastila? Öldött nekem valahára. Tök ilyen bagosan játszani, tényleg öldött neki. Mire élmény. Most meg elkezdtük ki, hát én ezt nem értem. Talán se érti ezt. Csak ilyen egy gyógyítás, meg baj valószínűleg. Oké. Szuper. Illetve még semmi, de már kiírjuk. Na, kérdés. Na, végre. Skink is erős volt. Én kérek elnézést. Na, ma vajon kantok mit csinálni. És itt van egy újabb terminál. Lássuk. Itt is van egy, meg tudom feltörni. Na, beszéljünk hozzá össze. Beszélek. Teszem a datapadomat ismét. Megint a fura nyelv, kiveszem a datapadomat. Vagy ilyen beszélek hozzá. Jó, kész meg a nyelvjelenzés, meg minden. Ha most pedig három ilyen halálos bolygó típus, vagy nem tudom mit kéne megadnom. Hát akkor sivatagi, vulkanikus, és akkor közben amit nem tudtam, hogy mi az, de halálos. És előleg feloldva ez az élet és a halál pecsétje is így van. Félemben bizonyítottam bölcsességemet ennek a robotnak, aki kint vár ránk. Hát lássuk. Elvileg. Fel kell nyissuk az ajtót most, hogy fel kell tudjuk nyitni az ajtót. Azért nem tek egyet. Dumáljunk. Na. Jó, most itt ugyanazt elmondja, de szerintem kell fogni az ajtó, aztán kész. Aha. Itt az ajtó. Lássuk.
eddig jó, hogy az semmi. Hoppá, mi van ott? Talán ez a Star Forge. Mi ez? Hopp. Na, ez valami übercusz lesz. Wow, de menő. Ezt látta meg Revenant Malak, amikor bejöttek a templomba. Itt kezdődött az útjuk a sötét oldal felé. Mi lehet ez ugye az első, második? Miről beszélsz? Harmadik? Nem értem. Ez a Star Forge. Mi ez? Csak is megkérdezem, mi ez? Ez egy térkép. Valamiféle intergalaktikus navigációs ilyen segítség kb. Revenant és Malak ezt használtak, hogy megtalálják a Star Forge-ot. Ha ezt a térképet tudnánk használni, akkor mi is követhetnénk ugye őket, és megtartnánk a Star Forge-ot, de... talán ugye csapdába vezetés... És hát talán ugye veszélyes lehet, és ez a lényeg. Mi lehet a Star Forge pontosan, ami második? Még mindig nem értem ezt a, az egész a Star Forge-ot, mire jó ez? Legyen az első, hogy végül, és akkor mi ez pontosan? Jó, és nem tudja még, azt jól mondja, de Revan és Malak nagyon értelme, meg akarták találni. Valamiféle fegyver lehet, vagy eszköz. Talán is többet tud mondani. De ez a térképre a kulcs arra, hogy megtaláljuk a Star Forge-ot. Hát ezt a világot itt, ez itt a Korriban, a Szitek világa. És ha ez a Korriban, akkor ez pedig itt a Kashyyyk és a Tatooine, pedig a Manan. Van egy pár hiányzó rész. Hiányzó koordináták, meg megsérült adatok. És nem látszik úgy, hogy bárhol lenne valami, ami pontosan jelezni a helyét a Star Forge-nak. Talán ezekben a világokban még több nyomot találhatunk. Én is erre gondoltam, mondja Bastila. Ez nem vezető a Star Forge-hoz, de Korriban biztos, hogy járt Revan és Malak is legalább egyszer, és talán ott találtok valamit, ami segített nekik. Talán minden világot találtunk valamit, mert teljesítettük ezt a térképet. Megtalál minden egyes kis kirokózó lapkát, talán megtartjuk a Star Forge-ot, és talán is tudjuk pusztítani. Értesítünk kell tanácsot arra, amit találtunk. És hogy úgy néz ki, hogy még csak most kezdődnek ugye a kalandjaink ezzel kapcsolatban, a teendőink. Hát ez bizony érdekesen hangzik. Nézzük is ezt a kis térképet. Nagyon menőn néz ki. Nem lehet lesz csinálni sajnos semmit. Bár egy zsebre vágnám, de hát nem lehet, úgyhogy... Na hát felfedeztük itt a nagy titkokat ugye az ősi romokban. Kíváncsi lesz, hogy tanács mit szól hozzá. Na, az érdekes. És aztán, hogy miért van két helyen is. Na mindegy. Kedves droid barátunknak, hát már sok hasznát vettük, itt kiderült. Úgyhogy ha meg akartok spórolni egy ilyen kis pluszkört, mint amit én is tettem, megtehetitek, mert nincs rá szükség. Mivel az a datapad, amit használtam, ha nem emlékszem, ezt a tanácsadta, vagy honnan volt, ha az nincs meg az embernek, akkor lehet, hogy fel kell törni. Lehet egy kicsit vágni, így az utat a percben nem tudja biztos, de csak egy ilyen tip. Mint látjátok, mindig respawnolnak a szörnyek, ez amit gyűlöltem itt szerintem. Még egy ilyen szörny az 100 XP-t, egy droid, amit 40 percig öltem, adott 400-at. Tehát most, amíg itt leölött 4 ilyet, annyi időt biztos nem öltem a droidot. Úgyhogy igazából jobban megérni ezeket a bikákat itt farmolni kint, ha mondjuk fejlődni akar valaki, mint levenni egy ilyen erős ezzel nem felett, mint az a droid. Elég aránytalanul van le ott a tapasztalati pont, így tűnt. Na, ezt meg kell a droidon is elfájolni. Vagy nem. No, de a lényeg, hogy a tanácsot értesíteni kéne. Jóban is vagyunk. És itt megpöröltem a lézerkardomat, mert az menő dolog, és nincs jobb dolgom, míg odaérek. Na, úgyhogy elvileg igazából itt végeztünk. Azt tippelném, hogy nincs több teendőnk ezen a bolygón. Hoppá! Úgy tűnik, Bastila gondolkodik valami szeretne mondani. Beszélek hozzá.
De segíthetek kérdezni, hát ugye ez a normál köszöntés a kb. Úgy tűnik valami aggaszt téged. Nem, semmi, nem igazán. Csak azon gondolkodtam, hogy a Jedi tanács volt kettőnkről. Van köztük egy kötelék, ezt nem tagadom, én is érzem. Biztos vagyok benne, hogy így van. És hogy vaj, az viszont egy kérdéses, hogy ez hogy hat az ő visa kettőnk küldetésére, missziójára. De első válasz azt mondja, hogy szerintem több dolog lehet e mögött, mint csak egy kötelék köztünk. Ez egy érdekes válasz. Második. Na, azt jelenti ez a kopocs, hogy a szükséges az ő és az én jelenlétem is, ugye? Nem hiszek ebben a kötelékben, akármit is mond a tanács, vagy mi mindig nem értem ezt a köteléket köztünk. Hogy az első vicces válasz. Nagyon mi? Ugyan már? Jedi vagyok, ilyenféle érzések és ilyesmik, hát ugye túlmutatnak rajta. Igen, ismer, hogy hát jó, most nem láttam szörre, miközben gondoltam, igen, de elismeri, igen, nem tudom milyenek talál, érdekesnek, nem tudom milyennek, de ennyi is jön elképzelve többet, meg blablabla. Látta ugye a service recordomat, ugye a szolgálati naplómat, vagy micsodámat végülis ugye, hogy is Sandra Spire-ről amit átküldtek, de nem tud ennél többet rólam. És szeretne kérdezni egy kérdést, tekintve a kapcsolatunkat. Az első válasz a kapcsolatunkat? Ez valamiféle ilyen idétlen biztatás, vagy ilyesmi lehet? Kb. Ez ilyesmi. Lehet, hogy nem kéne ebbe az irányba annyira elmenni, erőltetni ezt a dumát, de vicces. Második, oké, megválaszolom a kérdésedet, vagy harmadik, felejtsd, de nem érdekel. Szerintem ez már túl sok lenne, úgyhogy... úgyis mindenki azt akarja, hogy erre nyomjak, nézzük. Kötelékre gondoltam kettőnk között, amiről a Jedi tanács is beszélt. Hogyha érdeklődni irántam, akkor ennél van fel sokkal jobb módon fejezni ezt ki. Ó, micsoda profizmus. Ó, azt hiszem érzékeny témát érintettem, ugye? Hogy kb. Ilyesmi az első válasz, vagy oké, okay, válaszok kérdésekre. Tudom, legyen ez. Ugyan már? Mi kezd az idegenre menni, az már biztos. Jó, mert kicsit kezdem fárasztani, most már akkor válaszolni a kérdéseimre, vagy pedig továbbra is idegesíteni akkor azt meg fárasztani. Oké, válaszol a kérdéseidre. Ezek csak egyszerű kérdések, semmiféle túl, nem tudom én milyen hátterem van. Ugye, hogy ilyen kb. Felderítő vagyok, és ugye a flotta a képességé miatt vett fel. Második, hogy hut vagyok emberi formában, aki át akarja venni a hatalmat a köztársaság felett, vagy pedig elegem ebből a kérdezősködésből olyan válaszolgat, tehát hogy elegem van abból, hogy válaszolgassak a kérdéseidre. Na most közben elkezdtem halálra akadni. Na most már ezt megpróbálom kikillódni, tehát akkor sima felvett a flotta képessége miatt, oké. Okay. Milyen bolygón születtél? Kérdezi. Kashikon, egy wuki vagyok. Nem vetted észre. Úristen, ez a második. Az első Deralia, az egy távoli rendszer, miért? Excellent. Your current ages. Értem, és a korod? Mi ez, a horoszkópot akar tudni, vagy mi? Ez nem volt benne a service recordomban? Második, 3012. Pont a legjobb, az egészséges kor. Vagy pedig elegem van ezekből, igen. Nem volt benne a recordomban? Nos, igen. Igazából csak arra volt kérdés, hogy válaszol a kérdéseire. Ez alapján fog megítélni, ez volt egy teszt, ami alapján kilakítja rólam a képét. Első, és mit találtál ki rólam? Második, nem szeretem a manipulálnak. Kérdezzük meg, hogy mit talált ki rólam. Vagy mit tudott meg rólam. És szóval. Őszinte vagy, ami jó. Komolyan vettem, ami szintén jó. És ez a kötelék, ami köztünk van, hogy ezt sem szabad túl könnyedén menni.
Valószínűleg elég kérdés kaptam most egy kis időre. Sok minden történt Taris óta, de később majd megbeszéltünk, hogyha egy kicsit gondolkodtunk a dolgokon. Oké. Okay. Szuper, közben szétakadok még mindig. Úgyhogy azt hiszem, itt az idő, így van, hogy megszakítsam ezt a részt. A lényegében a tanáccsal fogok most dumálgatni arról, amit találtunk, és meglátjuk, hogy mi a következő lépés. Tartsatok fel a legközelebb, és köszönöm a figyelmet, addig is, sziasztok!